Évértékelő az ügyészségen. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét csak Borsod-Abaúj Zemplén előzi meg az elkövetett bűncselekmények számát illetően. Gyarapodnak, új játszóudvart adtak át, megújult a temető, a jövőben pedig szeretnék az úthálózatot is fejleszteni Balsán. Divat és dizájn. Rangos országos versenyen lett második helyezett a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Veselényis csapata. Idén is megrendezi a Vármegye napot a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat. Ezt Sesták Oszkár jelentette be a szerdai közgyűlésen, ahol a képviselők arról is döntöttek, kik kapnak elismerést az eseményen. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! A Vármegye napot a történelmi emlékhelyé nyilvánított Szabolcsi Földvár és a református templom környezetében május 20-án az 1992-ben tartott Szabolcsi zsinat évfordulóján tartják. Egy régi hagyományunk a megyenapnak a megünneplése, amelyet a Szabolcsi zsinat évfordulójához igazítunk. Május 20-án lesz a Szabolcsi zsinat jeles napi évfordulója, ami megyenap is egyúttal. Ezen a megyenapon szoktuk átetni a megyei kitüntető díjakat. Erről is döntött a közgyűlés. Nyilvánosságra is hoztuk, hogy kik nyerik el ezeket a kitüntető díjakat. Illetve hát azért is különleges ez a mostani megyenap, hiszen a Szabolcsi zsinat évfordulóját, illetve az ehhez kapcsolódó történelmi emlékhelyeket, a Szabolcsi földvárat és az ott lévő Árpádkori református templomot történelmi emlékhelyé nyilvánította a Magyar Történelmi Emlékezet Bizottság. Ez egy nagyon különleges lehetőség, eddig megyében egy ilyen történelmi emlékhelyi státusszal rendelkező helyszín volt. Ez a Pócs-Petriben a Pócs-Petri események helye, az ottani egykori polgármester, bocsánat, mostani polgármesteri hivatal, és a nemzeti kegyhelyünk pedig Mária Pócs. Ezeknek a sorába lép be immár történelmi emlékhelyként Szabolcs településnek ez a két jeles helyszíne. 100 000 főre 1700 bűncselekmény jut Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ennél több csak Borsod-Abaúj Zemplénben van. Ez derült ki többek közt a vármegyei főügyészség évértékelőjén. Martosi György főügyész szerint országos viszonylatban is magasak a csempészéshez és az ittas vezetéshez köthető bűncselekmények. Másfél hete fogtak el a vármegyei rendőrök nyíregyházi otthonában egy nagykállói férfit, akit azzal gyanúsítottak meg, hogy kábítószert árult. Épp eladás közben törtek rá. Őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte előzetes letartóztatását. A vádat ebben az ügyben is az ügyészség képviseli. Martosi György vármegyei főügyész 35 perc című műsorunkban a tavalyi évvel kapcsolatban úgy fogalmazott, tudták teljesíteni azokat az elvárásokat, amelyeket a jogszabályok és a legfőbb ügyészség meghatározott. Az elmúlt 3-4 évet mindig valamilyen veszélyhelyzet, valamilyen havária vagy pandémia határozta meg az ügyészség működésében is. Ebből a leghosszabb ideig a koronavírus fertőzés maradt velünk és volt velünk, és emiatt nem lehetett aztán személyes részvételű összejöveteleket, értekezleteket tartani. Ebben az évben már a legfőbb ügyészség is megszüntette azt a védettségi szintet, ami még rendelkezésre állt az ügyészségen, és így tulajdonképpen meg tudtuk ezt az értekezletet tartani. Legfőbb ügyész úr személyesen tisztelte meg a jelenlétével az értekezletünket, és elmondta azt, hogy minden szakterületen, mind a büntetőjogi, mind a közjogi szakterületen meg van elégedve a főügyészség teljesítményével és munkájával. Tudtuk hozni azokat a mutató számokat, amelyeket egyébként mind a jogszabályok meghatároznak számunkra, mind pedig a legfőbb ügyészség meghatározott. Martosi György vármegyei főügyész azt is elmondta, hogy az összes ügy körülbelül 30%-a nem kerül bíróság elé, hanem még ügyészi szakban megoldódik. A ténylegesen bíróságra került ügyek 60-65%-át valamilyen gyorsított eljárásban tárgyalják, így a normál klasszikus tárgyalások az összes ügy körülbelül 20-25%-át teszik ki. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 2022-ben 100 megvádolt személyből 98 esetében a bíróság a váddal egyező ítéletet hozott, mondta el a főügyész, hozzátéve, hogy ez az arány megfelel az országos átlagnak. Az ismerté vált bűncselekmények száma csökkent az előző időszakhoz, tehát 2021-hez képest egy olyan 10%-kal, de még így is nagyon magas, tehát a 100 ezer főre jutó bűncselekmények száma az olyan 1700 körül van megyénkben. Ez azt jelenti, hogy a bűnözés szempontjából fertőzöttebb régióiba tartozunk az országnak.
A főügyész elmondta, ha Budapestet nem számoljuk, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Borsodabaúj-Zemplén után a második helyen áll a bűnelkövetések számát tekintve. Ebben szerepet játszanak az illegális határátlépési bűncselekmények is. Korábban is jelen volt az embercsempészés, de nyilván más céllal, az Unióba bejutni, munkát szerezni az Unióban, esetlegesen egészségügyi TB ellátást szerezni. Most azonban kifejezetten a háború elől menekülve, illetve mivel ukrán oldalon korlátozásokat vezettek be, főleg ugye a hadköteles férfiak tekintetében, tehát az ő esetükben vált hangsúlyosabbá az embercsempészés. De meg lehet említeni például, ami megyénkre jellemző bűncselekménytípus, az a bizonyos emberkereskedelem, amikor fiatal nőket, lányokat prostitúcióra kényszerítenek, és akár az országon belül, akár Nyugat-Európában mondhatni adják, veszik őket, és kényszerítik erre a tevékenységre. A Németországig, vagy épp Hollandiáig és Belgiumig is elérő embercsempészet mellett az alkohol és cigaretta csempészettel összefüggő bűncselekmények száma is itt az egyik legtöbb az országban. Emellett a főügyész elmondása szerint továbbra is magas az ittas vezetők száma. A vármegyei főügyészség feladatköréhez tartozik továbbá a büntetés végrehajtási intézmények felügyelete is, ahol amint egy 1200 elítélt fogvatartása során éves szinten több ezres nagyságrendű ügy keletkezik. Új játszóudvart adtak át, megújult a temető, a jövőben pedig szeretnék az úthálózatot is fejleszteni Barsán. A kis településen igyekeznek kihasználni a pályázatok adta lehetőségeket, emellett a szociálisan rászorulók is számíthatnak az önkormányzat segítségére. Mint a polgármester elmondta, fontosnak tartják a kultúra ápolását és a helyi értékek megőrzését. Új játszóudvar Balsa központjában. A Magyar Falu pályázat nem csak ilyen jellegű fejlesztésre adott lehetőséget a településen, a község temetője is megújult. A lakossági igényekhez igazodva egy új mobil urnafal kapott helyet a nemrégiben átadott ravatalozó mellett. További pályázati forrásból pedig a komp is zavartalanul működhet, hiszen folyamatosan karban tarthatják. Emellett tavaly a szociálisan rászorultak is számíthattak az önkormányzat segítségére. A polgármester asszony elmondta, a 2023-as évre is megvannak már az előre ütemezett feladatok. Azt gondolom, hogy természetes velejárója egy falunak, hogy azok a szokások megmaradjanak, és újakat is alakítsunk ki, ezért azt gondolom, hogy a régi temető és annak a területén szintén akár egyházi támogatással, pályázatokkal egy új urnafal jöjjön létre. A faluban pedig még azt gondolom, hogy az új utak tekintetében, amelyet az elmúlt években 7 utat újítottunk fel, még mindig van lehetőség. 2 olyan utcánk van még, amelyre benyújtottunk tavaly pályázatot, de nem volt sikeres, reméljük, hogy ebben az évben ezek az utak is elnyerhetőek pályázati tekintetben, és a jövőben ezek megvalósulhatnak, hogy aszfaltos vagy valamilyen más köves megoldással, de megújuljanak. A polgármester asszony arról is beszélt, mi minden áll rendelkezésre az elmúlt évek munkájának köszönhetően a községben annak érdekében, hogy az itt élőknek megkönnyítsék a mindennapjaikat. Egy élhető falu Balsa, 700 fős lakosságával a mostani adatok szerint azt gondolom, hogy intézményi ellátottsági szintje is megfelelő, hiszen helyben, bár nem praxisban, de házi orvos rendel minden nap, úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy dolog. Az önkormányzat helyben biztosítja a vérvételt, ez azt jelenti, hogy minden héten nem kell elutaznia Ibrányig a balsai lakosoknak, hanem itt helyben megtörténik ez, és a falubusz segítségével, a falugondnoki szolgálat segítségével valósul meg. Ez 2022-től nem említettem még, de egy új szolgáltatás szintén Balsán. Az ide látogató a település központjába érkezve látja, hogy egy rendezett, innovatív kis településen van. A kultúra ápolását, a helyi értékek megőrzését fontosnak tartják, és a közösségi szerveződés lehetőségeként élik meg. Önkormányzati indítatásból is látjuk, hogy Petőfi Sándor azért a falusi életnek meghatározó költője mindig, és egyre többen szavalnak Petőfi verseket, és ezért mi május 2-ára egy szavalóversenyt is hirdettünk, ahova a gyermekek is, felnőttek is jelentkezhetnek. Aki szereti a csendet, a természet közelségét, az ideális otthonra lelhet Balsán. Bizakodva néznek a jövőbe, és igyekeznek a települést az infrastruktúra és a kultúra tekintetében is töretlenül ápolni.
Második helyezéssel tért haza Budapestről a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Besselényis csapata. A négy diák a Magyar Divat és Dizájn Ügynökség és a Startup Campusszal közösen írt ki, kerülj képbe, épp felfedezettje pályázatra készített ruháival vívta ki a rangos elismerést a 26 csapatot felvonultató mezőnyben. Ez lett az első ruha, ami elkészült. Ugye itt egy nadrág elejét láthatjuk, ez pedig itt egy... Hát nadrág oldal része. Itt különböző anyagrészek, farmer nadrágokból. Itt a zsebeket láthatjuk, bújtatókkal összevarva. Megunt farmer nadrágokból tervezték és varták a Nyíregyházi SC Veselényis Divat és Stílus tervező szakon tanuló diákjai ezeket a látványos ruhákat. Az alkotások a Magyar Divat és Dizájn Ügynökség, valamint a Startup Campus Kerülj képbe, év felfedezettje című pályázatára készültek. A programot a divat, a dizájn és a kreatív szakmák iránt érdeklődő, nappali tagozatos szakképzésben tanulóknak írták ki. A csapatok az ipari forradalmak varógépektől a robotokig témakörben alkothattak. Az országos megmérettetésre 26 csapat összesen 100 diákja jelentkezett. Itt ért el dobogós helyezést a Veselényis Lányok Kreatív nevű csapata. A divat kategóriában második helyezést értek el a lányok. Óriási dolog volt látni őket a dobogó második fokán tulajdonképpen. Erre készültünk, és azért nyilván voltak reményeink, hogy jó helyezést érünk el, de azért ott ezt ilyen erős versenytársakkal megélni azért egészen más volt. Budapesten azt gondolom, hogy országos szinten vidéki iskolaként ott lenni mindig egy picit nehezebb feladat, de szerintem a lányok maximálisan jól vették az akadályt. Azt gondolom, hogy nagyon jó csapattá értek, nagyon jól feltöltötte őket ez a projekt feladat, mert hogy ezt egy projektként kezeljük tulajdonképpen. És hát csupa jó élményünk van ezzel kapcsolatban. Akik az első rostán átmentek, egy mentor programba kerülhettek. A lányoknak Ferenc Borbála divattervező segített a kollekció összeállításában, aki a fenntartható divat elhivatott képviselője. A környezettudatos és a do-it-yourself szemlélet kéz a kézben járnak. Ez is fontos szempont volt a pályamunkák tervezésénél és elkészítésénél. A csapat tagjainak ez volt az első ilyen együttműködése. Furcsa volt számunkra, mert sose gondoltuk, hogy együtt fogunk dolgozni egy divat diktátorral, úgymond. És meg voltunk szeppenve nagyon az elején, és féltünk is tőle, de nagyon összetudtunk hangolódni, összekovácsolódtunk, és sok újat tudott mutatni. A rojtozást is ő mutatta nekünk, és nagyon sokat segített a munkánkba. A kreatív tagjai Barnai Vanda Vivien, Dobrai Orsolya, Gagna Vivien és Pellei Hajnalka voltak. A lányok az országos elismerés után sem pihennek. Jelenleg a szakmai vizsgájukra készülnek gőzerővel. Fontos szempont itt is a fenntarthatóság. A tervek már elkészültek, az ötletelés és kivitelezés azonban még folyamatban. Minden diák 3 darabból álló kollekciót var, amelyből divatbemutatót is rendeznek majd. Traktorokra szálltak a nyíregyházi lippaisok. A felvonulást a nagymúltú iskola második alkalommal szervezte meg, azzal a céllal, hogy a végzősök így vegyenek búcsút a várostól. A járművek az Északi Agrárszakképzési Centrum központjánál is megálltak, ahol köszöntötték az idén ballagókat. Lakodalmi hangulat a lippaiban. A pörkölt mellett a traktorokat is izzítják a fiatalok. Sorakoznak a gépek, hiszen a diákokkal hamarosan látványos felvonulás indul. Így búcsúznak az iskola végzősei a várostól. Az eseményt második alkalommal szervezte meg az intézmény. Idén a tavalyihoz képest több jármű érkezett. Több lett a traktor, és sajnos kellett olyat is mondani valakinek, hogy most ne jöjjön, mert már túl sokan leszünk. 10 traktor van, most 2 pótkocsi. Pótkocsin fognak utazni azok a diákok, akik nem traktorral jönnek, illetve nincs még jogosítványuk, mert csak jogosítványal is forgalmival, érvényes forgalmival lehet jönni. A felvonulás résztvevői idén végeznek. Van, aki szeptembertől még technikusi papírt szerez az intézményben, de már egyetemre is felvették. Ide jelentkeztem a Nyíregyházi Egyetemre, mezőgazdaság és élelmiszeripari gépészmérnökkel, és a mezőgazdaságon belül pedig a mezőgazdasági gépekkel szeretnék foglalkozni. Rendőri felvezetéssel indultak a traktorok az intézménytől.
A nagymúltú lippai jogelőd iskolája 1939-ben nyitotta meg kapuit, ma már az Északi Agrárszakképzési Centrum egyik tagintézménye, ahol a mezőgazdaság és az erdészet ágazat szakmáit tanulhatják a diákok. A felvonuló járművek a centrum nyíregyházi székhelyénél parkoltak le. A tanulókat az Északi ASC főigazgató helyettese köszöntötte. Számunkra nagyon fontosak a 10 szakképző intézményünknek a diákjai. Én most azt szeretném nekik elmondani, hogy mindenképpen a jövő felé tekintsenek, és két kulcsfontosságú témát szeretnék a szívükre helyezni. Az egyik a fenntarthatóság, az ezzel kapcsolatos termelés, hiszen szakmájukból kifolyólag ők a mezőgazdasággal vannak kapcsolatban, illetve a folyamatos tanulás, hiszen mindannyian tanulunk egy egész élet során. A köszöntés után a ballagási meghívókat is átadták a lippaisok. Majd az Északi Agrárszakképzési Centrum vescsikes pék tanulói saját készítésű pogácsával kínálták meg őket. Vereséget szenvedett oroszlányban a Hübner Nyíregyháza Blúság, Szakék Cápák az alsóházi rájátszás 5. fordulójában 176-ra kaptak ki a hazaiaktól. A rájátszás második köre május 10-én kezdődik, akkor az atomerőmű esét fogadja a Nyíregyháza. Megszerezte második győzelmét az amatőr NB1 rájátszásában a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese az 5. fordulóban a PINKK PVSK 23 csapatát verte 73-67-re. A tabella 5. helyén álló NKS vasárnap a 4. MAFC-ot fogadja a Szent Imre csarnokában. Nagyszerűen kezdte a mérkőzést a házigazda, 10 perc játék után már 13 ponttal vezetett a kosársuli. A negyedik negyedben újabb 6 pontot tett hozzá előnyéhez a Nyíregyháza, amelynek játékosai így közel 20 pontos vezetésüknél mehettek a nagy szünetre. Fordulás után zárkózni kezdtek a vendégek, olyannyira, hogy a záró negyed előtt már csak 5 pont volt a különbség a két csapat között. Sőt, a pécsiek utól is érték ellenfelüket, de a hajrá az NKS-é volt, így Farkasinszki Gyuláni együttese megszerezte második rájátszásbeli győzelmét. Az erre nagyon simán indult, tehát elindultunk, vezettünk, minden összejött, mindent bedobtunk, minden szuper volt. Igen, nem csak, hogy egy idő után a játékvezetők, azok valamilyen szinten az ellenfél edzője különböző beszólásaira, gondolom nem akarták a nagy konfliktust, ugye úgyis megvolt már a különbség, akkor ugyan, mert csak egy kicsit elkezdett, úgy gondolom, eldurulni a mérkőzés. Tehát eléggé ilyen fizikális jellege lett a mérkőzésnek, és ott egy kicsit azért megremegtünk minden szempontból, mert ugye azt is tudni kell, hogy a Dobolél az első fél időben még játszott mérkőzést, de a második fél időben már nem, mert ugye őnek előző nap volt egy junior mérkőzés, ahol 40 percet volt a pályán, és így nem lehetett túlterhelni, és ugye azt is megéreztük azért, hogy egy biztos kis ember kiesett a pályáról, de én úgy gondolom, hogy a többiek azok nagyon összeszedetten, nagyon koncentráltan kosárlabdáztak. Itt a végjátékban azért olyan lepatonókat szedtünk, és olyan kosarakat dobtunk be, ami minden szempontból biztosította a győzelmünket. A tabella élén a Sport Darás MAFC áll 12 ponttal. A 9 ponttal 5. nyíregyházi kosársuli legközelebb a 11 ponttal 4. MAFC ellen lép pályára. Kicsit megfogyatkozva fogunk nekivágni ennek a mérkőzésnek. Annyi, hogy a juniorjaink talán jobban bevethetők lesznek, mert ők lejátszák pénteken a mérkőzésüket, és ugye a vasárnapi mérkőzésre talán kellő játékpercet kapnak ők is a pályán. Nem tudom, tehát ugye itt attól is függ, hogy a játékvezetés, milyen játékvezetőket kapunk, hogy mennyire engedik az agresszivitást, mennyire engedik a talán túlzott kemény játékot is, de az utóbbi időben inkább erre kell számítani, mint arra, hogy itt rengeteg fautot fognak megfújni. Remélem, hogy játszunk egy jó mérkőzést, és ha tényleg minden összejön, akkor győztesen elhagyhatjuk ezt a pályát, de szerintem erre van a kisebb esélyünk. De mindent megteszünk annak érdekében, hogy akik kijönnek, nézzük, azok olyan mérkőzést lássanak, ahol jól érezhetik magukat, és nem csak azt nézik, hogy futunk az eredmény után. A nyíregyházi kosársuli MAFC mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Szent Imre csarnokában.
Pont nélkül maradt a Nyíregyháza Spartakusz az MB2 34. fordulójában, a Spari a Moson-Magyaróvárt fogadta, és a vendégek 1-0-ra megnyerték a mérkőzést. A 17. osztályozós helyen álló Nyíregyháza vasárnap a 16. Kozár Michelinhez látogat. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A bűnözés szempontjából az ország legfertőzöttebb régiói közé tartozik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, többek közt ez derül ki a vármegyei főügyészség évértékelőjén. Martosi György főügyész úgy fogalmazott, 100 000 lakosra mintegy 1700 bűncselekmény jut vármegyénkben, ami a második legtöbb az országban. Új játszóudvar, megújult temető, csak néhány fejlesztés, amely az elmúlt időszakban valósult meg Balsán. A jövőben szeretnék az úthálózatot is fejleszteni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kistelepülésen igyekeznek a lehető legtöbbet tenni a közért, és élni a pályázatok adta lehetőségekkel. Rangos országos versenyen lett második helyezett a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Besselényi csapata. A Magyar Divat és Dizájn Ügynökség a Startup Campusszal közösen írt ki Kerülj képbe év felfedezettje néven pályázatot a divat és dizájn ipari szakképzésben tanuló diákok számára. Az intézmény végzős tanulóiból álló 4 fős csapat Budapesten vehette át az elismerést. Április 27-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, pénteken este ismét jelentkezünk majd a vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Pénteken délelőtt több órás napsütést követően délután nyugat felől beborul az ég, és késő délutántól estétől esőt, záport okozó csapadékzóna vonulhat nyugatról kelet felé. Délutánra 14 és 16 fok közé melegszik fel a levegő.